A 100 millióról indultunk 2015-ben, az idén 500 millió forinttal érjük ki ezt a pályázatot. Az elmúlt 6 évben 1284 program létrejöttét támogatták, mintegy 1 milliárd 250 millió forint értékben, tette hozzá az államtitkár. A testvértelepülések kapcsolatainak fontosságáról és kialakulásáról Filóné Ferenc Ibolya Bonyhádváros polgármestere tartott prezentációt. A Völgységi Város 3 testvértelepülési kapcsolatot is ápol, a felvidéki Tardoskeddel, az erdélyi Borszékkel és Madéfalvával. Mindegyik alulról kezdeményezett családok, baráti társaságoknak a nagyon szoros kapcsolata és együttműködése követően került sor erre a hivatalos szerződéskötésre, és emelte egy magasabb szintre ezeket a kapcsolatokat az önkormányzatok szerződései révén. Egy önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 2 millió forintra. Az elnyert összeget felhasználhatják többek között meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztésére, a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatására, a kulturális örökség ápolására, az ifjúság és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának segítésére, vagy éppen új testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére. Én azt gondolom, hogy egyébként a testvértelepüléseknek a kapcsolatrendszerét nem csak a polgármestereknek kell éltetniük, hanem a civil szervezeteknek, intézményeknek, mindenkinek, akik ott élnek. Ezért is jó az, hogy a magyar önkormányzatok között itt a Kárpát-medencében ilyen lehetőség van. A pályázatot július 1-e és augusztus 2-a között nyújthatják be az önkormányzatok, a nyert forrást pedig 2021. december 31-éig fel kell használni.